városrészi képviselőként hogyan értékeled a csapat sikeres teljesítményét? Ez a Lendégabonai városrész közösségi életének újabb sikere. A kulturális élet után sportban is, sportsikerekről is hallott magáról a városrész is erre. Büszke a városrész lakossága, büszke a sportvezetés, büszke a városrész képviselőtársaság is. Hogyan sikerül megteremteni az anyagi hátteret? Az anyagi hátteret úgy sikerül, hogy a testület döntése értelmében sporttámogatásban részesül minden városban levő sportegyesület vagy ilyen sportszervezet. Természetesen az NTTSZ-e is sporttámogatásban részesül, de ezen fölül, amint látjátok, nem olyan régen újult meg az öltöző, és gratulálok a vezetésnek, hiszen sikertelen pályázat évek után végre sikerült olyan komoly összeget nyerni, megújult az öltöző, úgyhogy mindenkinek elismerés ezáltal. Valamint köszönet mindenkinek azért, hogy a csapat ebben az évben elérte a bajnoki címét. Köszönet a játékosoknak, köszönet a sportvezetőknek, köszönet a szurkolóknak. Ez a siker 33 évvel ezelőtt történt, amikor akkor jutott fel a Nti Kápolna megyei első osztályba, és most ismét a megyei másod osztály küszöbén a csapat. Milyen út vezetett a bajnoki cím elnyeréséhez? Elég göröngyös út vezetett, 2,5 éve vettem át a vezetést. Akkor másodikak voltunk, egy nagyon picin múlt az alabaksai meccsen, az az egy vereségünk volt, és az nem volt elég a győzelemhez. Tavaly ugyanígy jártunk az utolsó meccsen, Tófej ellen vesztettük el a bajnoki címet itthon az utolsó meccsen. A csapat mindig a bajnoki cím közelében járt. Ki lehet emelni emlékezetes pillanatokat a bajnokságból? Tehát ez a bajnokságban szinte minden meccs nagyon jó volt. Most már 101 gólt rúgtunk a mai meccsel együtt. Egész végig nagyon jól játszottak a fiúk. A Porszombati meccs volt az egyik legnehezebb meccsünk. Ott tudtunk azért nyerni. Fontos volt az első hely szempontjából. Születtek-e kiemelkedő egyéni teljesítmények? Igen, tehát én úgy gondolom, hogy a csapat legjobb játékosa Koltai Balázs. Egy meghatározó egyéniség egyébként a csapatban. De több jó játékos is van a csapatban. Milyen tanulságokkal szolgált a bajnokság? Tehát mindig össze kell szedni magukat a fiúknak. Nem szabad soha lazítani egy kicsit sem, mert akkor elmehet a bajnoki cím. Tudom, hogy még korai, de vannak-e már tervek a jövőt illetően? Megye 2-be szeretnék felmenni, 15-én lesz egy mérkőzésünk Nagy Lengyel ellen Zalaegerszegen, és ha megnyerjük, akkor valószínű, hogy felmegyünk Megye 2-be. Az edzőt kérdezem, hogyan tervezitek a továbblépést, hogyan kondicionáljátok tovább a csapatot? Hát ha minden sikerül, és ugye az osztályzó mérkőzés megnyerjük, akkor szeretnénk egy osztályra följebb lépni. Képes rá az együttes? Úgy érezzük, hogy 2-3 ember igazolásával ez megvalósítható, mert az állományunk fiatal, 25 éves a legidősebb játékosunk, úgyhogy nagyon jó állományunkban. Hol igazán erős a csapat? Egységben. Csapat egységben. Én úgy gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt kimondottan csak egy személyes játékosok vannak, hanem az egész csapat. Tehát egy közösségi munka folyik nálunk. Tulajdonképpen talán ennek köszönhető a siker is? Igen. Egyértelműen ennek köszönhető a siker. A szurkolókat kérdezem, hogyan értékelik a csapat teljesítményét? Hát az elmúlt év remek volt. Igaz voltak viszontagságok közben, mert hiába van kapu, nem találják el. De aztán hála jó Istennek összejött ez, és hát majd a végén majd meglátjuk, hogy ki mit érdemel, megkapják a csapat teljesítményét, a kupát, futball, ez sem szar. Elismerésért. További sok sikert is. Én tavaly megmondtam, hogy ez is volt, majd rámegy a sárgán. Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Parádés győzelmet aratott a csapat. Hogyan értékeled a pályáról nézve a teljesítményt? Hát mindenek előtt meg szeretném köszönni a csapatnak azt, hogy bajnokok lettünk, és a nyakunkba fogják akasztani hamarosan az aranyérmet. A mai meccset pedig hát hozni kellett mindenképpen, hazai meccsen még, illetve pályán még nem kaptunk ki, nem egy pár pontot vesztettünk, de veszteség még nem ért minket. Igazából úgyhogy örülök annak, hogy még hogyha egy gólt is kaptam, de ez az eredmény úgy érzem, hogy a csapatnak a végső célját azért szemléltette. Ha jól tudom, közel 30 éve játszol már a csapatban. Hó, hát több mint 30 éve, igazából most már ez a 33. évem volt, aztán volt egy kis kihagyás is, mikor Pécsen voltam, de
az itt eltöltött meccsek száma az szerintem az 1000-hez közelíthet. Gratulálok neked is és a csapatnak is. A szurkolással a szurkolók hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nagyon szép eredmény megszülethessen. Hiszen a csapat olyan teljesítményt nyújtott ebben a bajnokságban, amire azt hiszem, hogy méltán büszkék lehetnek, hiszen a őszi és a tavaszi fordulókban egy mérkőzést veszítettek, egy döntetlen volt, és a többi mérkőzést megnyerték. Ez azt jelenti, hogy 95%-os teljesítményt nyújtottak. Még egy tapsot érdemelnek ezek. Milyen tervek fogalmazódnak meg a jövőt illetően? A sportvezetéssel egyeztetve úgy tudom, hogy szeretnék vállalni a megyei kettes szereplést. Nagyon-nagyon munka, sok munka van a háttérben, tehát össze kell szedni nagyon sok játékost, de ahogy nézem, a fiúkat lelkesen, és valószínűleg meg fogják oldani. A támogatás, ugye ez az önkormányzaton kívül most már más szponzorokat is kell keresni, de szerintem ebben is odaadó munkát fognak végezni, és úgy gondolom, hogy városrész életében egy minőségi foci javulás fog bekövetkezni. Ezt azért merem így mondani, mert részese voltam annak idején annak a csapatnak, aki először feljutottam megyei első osztályba, valamint részese voltam 12 esztendeig sportvezető, hogy tevékenykedtem. Tehát tudom, hogy mennyi munka, milyen kitartó munka és milyen odaadó munka szükséges, hogy ez az eredmény, ez a közösségi élet létrejöhessen.